Sziasztok! A mai alkalommal a félvezetők elméletét fogjuk röviden áttekinteni. A félvezetőket az elektronikában már több mint 60 éve használják. Belőlük épül fel az egyenirányító dióda, a tranzisztor, a LED és még sok más elem. Ezek a legérdekesebb és legfontosabb elektronikai alkatészek, amelyek félvezető kristályokból készülnek a félvezetők bizonyos feltételektől függően vezetőként vagy szigetelőként is tudnak viselkedni. Az elektronikában használt félvezető eszközök működésének magyarázatához a Bohr-féle atommodellt fogjuk most is használni. Röviden összefoglalva az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atommag pozitív töltése megegyezik az elektronok negatív töltésével, azaz az atom kifelé elektromosan semleges. Az elektronok az atommak körüli pályákon úgynevezett elektronhéjakon keringenek. A legtávolabb lévő külső elektronhéjon keringő elektronokat úgynevezett vegyérték elektronoknak nevezzük. Ezek az elektronok vesznek részt a kémiai reakciókban. Jellemzőjük, hogy kevésbé kötődnek az atomokhoz, mivel távolabb vannak tőle, és mert a közmenső héjakon keringő elektronok negatív töltésükkel elektrostatikus árnyékolást jelentenek. A vegyérték elektronok azért fontosak, mert ezek vesznek részt a kémiai reakciókban. A világunkat felépítő atomok nem szeretik a magányt, szívesen kötődnek más atomokhoz. Miért? Egyszerű. Stabil szerkezetre törekszenek, amit csak akkor érnek el, ha a legkülső elektrohéjuk is telített, azaz maximális számú elektront tartalmaz. Ehhez reakcióba kell lépniük egymással, ugyanis zárt, stabil elektronszerkezettel csak a nemes gázok rendelkeznek. De mi a helyzet a kevésbé stabil többiekkel? A periódusos rendszer első főcsoportjába tartozó elemek atomjainak egy, a második főcsoportnak kettő, a harmadiknak három elektronja van külső elektróhéján, és így tovább. Ahhoz, hogy az áhított nemes szerkezetet elérjék, az atomoknak a vegyérték elektronjaikat kell akcióba hozniuk. Amelyiknek kevés van, igyekszik megszabadulni tőlük, amelyiknek pedig sok, próbál még szerezni magának, hogy legkülső héja telített legyen. Az elektronikában használt szilícium és germánium félvezetők négy vegyértékű anyagok. Ez azt jelenti, hogy külső elektronhéjukon négy vegyérték elektron található. Ezeknél az anyagoknál a külső elektronhéjon 8 elektronfél ezért a héj betöltéséhez további négy elektronnal van szükség, amit négy szomszédos atom magukhoz kötésével biztosítanak. Az ilyen kémiai kötést elektronpárkötésnek vagy kovalens kötésnek nevezik. A szilícium atom esetén, ha a szomszédos atomok szintén szilícium atomok, a kovalens kötés az atomokat szabályos térbeli helyzetben, térrácsban rögzíti, az ilyen szabályos Rágyszerkezetek összessége a kristály. Ha egy szilícium darabka teljes szerkezete egyetlen szabályos kristályból áll, azt egy kristálynak vagy monokristálynak nevezzük. Az iparban a félvezető eszközök alapanyagaként monokristályos szerkezetű anyagot használnak. A tiszta szilíciumot önmagában ritkán használják fel, de ne siessünk ennyire előre. Ha a kovalens kötésű kristályszerkezet az anyag vegyérték erős kötésben tartja, az anyagban nincsen elmozdulni képes töltéshordozó, az anyag szigetelő. Ilyen például a tökéletes szénkristály, a gyémánt. Vannak anyagok, például a réz, melyekben egyes vegyérték nem kötődnek a kristályszerkezet egy pontjához sem, hanem szabadon mozoghatnak a kristályban, ezek a sok szabad töltéshordozó tartalmazó anyagok a vezetők. A vezetők és a szigetelők között pedig húzódnak a félvezetők viselkedésüket tekintve. A félvezetőkben alacsony hőmérsékleten a vegyértékelektronok kötöttek, ezért az anyag szigetelőként viselkedik. A hőmérséklet növekedésével azonban a felhalmozódó hőenergia hatására az atommag csak laza kapcsolatban álló vegyérték egy része kimozdulhat a kristályszerkezetben elfoglalt helyéről, és nagy sebességgel cikáznak a kristálylásban miközben az atommagokba ütközve rendszeresen változtatják irányukat, de eredeti helyüktől nem nagyon távolodnak el. A félvezető kristály tehát Energiafelvételekor vezetővé válik. A tiszta szilíciumot önmagában a gyártók ritkán vagy nem használják, helyette inkább fűszerezik egy csipetnyi borral vagy foszforral, azaz szennyezik valamilyen más vegyértékű anyaggal. A szilícium négy külső elektronnal rendelkezik, így alkot szerkezetet. Ha ebben a szerkezetben az egyik szilícium atomot kicseréljük a például három szabad elektronnal rendelkező bor atommal, akkor egy kötés elégtelen lesz, hisz nincs elég elektron az összes kötéshez. Ebből az következik, hogy a pozitív részecskék többségben lesznek a negatívokhoz képest, vagyis az anyag, pozitív tulajdonságú lesz. Az ilyen félvezetőt P-típusú félvezetőnek hívjuk. Mint láthattuk, ha egy három szabad elektronnal rendelkező atomot beiktatunk a félvezetőbe, elektron hiány lett, mert négy szabad elektron kellett volna. Azonban szennyezhetünk úgy is, hogy egy öt szabad elektronnal rendelkező atomra, például foszforra cseréljük ki az egyik szilícium atomot. Ilyenkor az ács kötései rendben lesznek, de lesz egy felesleges elektron is. Ennek az lesz a következménye, hogy az elektron többlet miatt negatív tulajdonságú lesz a félvezető. Az ilyen félvezetőt N-típusú félvezetőnek hívjuk. Felmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha összeillesztünk egy P és egy N-típusú félvezetőt, hiszen az egyik elektron hiányban szenved, a másik pedig elektron többletben. A választ erre a kérdése ne hamarkodjuk el. A PN átmenet kialakulása pillanatában a szabad töltéshordozók diffúziós áramlása kezdődik meg. Ennek kapcsán a P rétegből lyukak kerülnek át a határrétegen keresztül az N rétegbe, ahol a jelenlévő elektronokkal rekombinálódnak. Ugyanígy az N rétegből a diffúzió folytán elektronok kerülnek a határréteg másik oldalára, a P rétegbe, ahol az ott nagy számban lévő többségi töltésoldozó lyukakkal rekombinálódnak. Mindennek következtében a következőket tapasztaljuk. Az N rétegben a határréteg környékén nem lesznek szabad elektronok. A P rétegben a határréteg környékén nem lesznek szabad lyukak. Az N réteg, amely önmaga eddig elektromosan semleges volt, most pozitív töltésűvé vált, mert a határrétegen keresztül negatív töltésű elektronok hagyták el, ugyanakkor pozitív töltésű lyukak érkeztek. A P réteg, amely önmaga szintén elektromosan semleges volt, most negatív töltésűvé vált, mert pozitív töltésű lyukak hagyták el, és elektronok érkeztek. A határréteg környezetében egyik oldalon sem lesznek szabad töltéshordozók, ezért ezt a réteget kiürített rétegnek nevezik. A határréteg bal oldalán, a P rétegben negatív töltések gyűlnek össze, amelyek elektrostatikus taszításukkal akadályozzák az N rétegből a további elektronok átjutását. Ezért az egyensúly beállása után további elektronok nem érkeznek. Az N rétegben a határréteg jobb oldalán viszont a pozitív töltése gyűlnek össze, amelyek elektrostatikusan taszítják a p még átdiffundálni szándékozó lyukakat, itt is beáll egy egyensúly, ami után további lyukak nem érkeznek. A határzétek két oldalán kialakuló potenciálgát tehát megakadályozza, hogy a határétegen további többségi töltéshordozók jussanak át. Ha az N tartományra a negatív, a P tartományra a pozitív feszültséget kapcsoljuk, akkor nyitó irányú előfeszítésről beszélünk. Ekkor az elektronokra olyan erő hat, ami a kiürített réteg felé taszítja őket. A lyukakra pedig olyan erő, ami szintén a kiürített réteg felé irányul. Ha elé nagy a feszültség, akkor a töltéshordozók beljebb tudják nyomni a kiürített réteg határait, ezáltal lecsökken annak a vastagsága és így elektromos tere. Ha a nyitó feszültség eléri a diffúziós potenciált, a potenciálgát megszűnik, és nincs akadálya annak, hogy a többségi töltéshordozók átlépjék a határréteget. Az anyag elkezd vezetni. Ha fordított feszültséget kötünk a PN átmenetre, akkor a pozitív potenciál az elektronokat elvonza a kiürített réteg közeléből, a negatív pedig a lyukakat, így a kiürített réteg vastagsága nőni fog, nem maradnak középen töltéshordozók. Ekkor olyan vastag a kiürített réteg, hogy nem tud diffúziós áram folyni rajta keresztül, csak a kisebbségi töltéshordozók drift árama, ami nagyon kicsi, tehát a PN átmenet árama ilyenkor jó közelítése nulla. Az átmenet lezár, az anyag nem vezet. Videónk végére érkezve foglaljuk össze a félvezetőkről tanult legfontosabb ismereteinket. A félvezetők önmagukban szigetelőként viselkednek, de idegen anyaggal való kezelés után, amit szennyezésnek neveznek, vezetőként kezdenek viselkedni. A legegyszerűbb félvezető anyagból készült áramköri elem a dióda. A dióda olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ha két kivezetésére feszültséget kapcsolunk, akkor az áramot csak az egyik irányban engedi átfolyni, a másik irányban nem. Amikor a dióda átengedi a töltéshordozókat, tehát vezet, nyitó irányú, ha nem engedi át, akkor záró irányú előfeszítésben van. Tulajdonképpen olyan, mint egy elektromos visszacsapó szerep. A dióda alkalmas a váltakozó áram egyenirányítására és nem kívánt áramutak kialakulásának a megakadályozására, na de erről majd egy másik videóban fogunk beszélni bővebben. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, és legközelebb is tarts velem, amikor is tovább ismerkedünk a félvezetőkkel, de már a gyakorlati felhasználásukra fókuszálva. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! A most következő pár percben a szilícium diódákkal fogunk megismerkedni, megnézzük, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és mire is használják őket leginkább a gyakorlatban. A dióda a legegyszerűbb félvezető, mindössze egy P és egy N típusú félvezetőből áll. Két kivezetése van, az anód és a katód. Az anód a P rétegre van kapcsolva, a katód pedig az N-re. A diódák végén látható világos sík, katód kivezetés azt mutatja meg, hogy milyen irányba kell bekötni az alkatrészt. Ebből következik az egyik legfontosabb tulajdonsága is. Az egyik irányba átengedi az áramot, míg a másik irányban nem, szakadásként viselkedik. Ezt a tulajdonságot ragadja meg a dióda nyíl alakú áramköri jele, amin pontosan látszik az áram folyás iránya. A diódák esetében az áram iránya az ABC betűsorrendjével egyezik meg az anótor a katót felé folyik. A diódán akkor folyik áram, ha az anódra pozitívabb feszültséget kapcsolunk, mint a katódra. A diódák működése a visszacsapó szerepekéhez hasonló, így a visszacsapó szerepek szemléletesen mutatják a velük analóg módon működő diódák áramirányát is. A visszacsapó szerep nyitásához az áramlás irányából minimális nyomásnak lennie kell, ami leküzdi az áramlás útjában lévő golyósúlyát és az esetleg lezáró rugó ellenállását is. Ez megfelel a diódák nyitó irányú előfeszítésének. Ha az áramlás iránya megfordul, a visszacsapó szerep minden külső beavatkozás nélkül elzárja az áramlás útját. Az ideális dióda is pontosan így működik, természetesen a megfelelő elektromos analógiával. A digitális multiméterünket kapcsoljuk dióda vizsgáló módba, ezt az üzemmódot általában a dióda rajzjelével ábrázolják a forgókapcsolón. Ezután kapcsoljuk a műszert a dióda végeihez, a piros vezeték csatlakozik a dióda anódjára, és a fekete a katódra. A műszer által kijelzett értékből a dióda nyitó irányú feszültségére lehet következtetni. Ha a kijelzett érték 0,1-0,3 volt közötti, akkor germánium diódával van dolgunk, 0,4-0,6 volt felett sima szilícium dióda akadt a kezünkbe. Ezután a műszer vagy dióda két kivezetését felcseréljük és így mérünk. Ebben az irányban a dióda nem vezet, szakadást mutat a műszer. Ha nem így lenne, akkor bizony a dióda rossz. A diódák az áramkörök védelmét is el tudják látni, mivel az áram folyás irányát meghatározzák. Így egyetlen diódával az áramkört védetté tehetjük a polaritás cser ellen. Ugyanis ha fordított irányban kapja az áramot, a dióda egyszerűen ne zár. Így megakadályozza az áramkört tönkremenetelét. A diódák működési elvéből következik, hogy ha feszültséggel vagy árammal tápláljuk őket, akkor a negatív félhullám nem jut át rajtuk, csak a pozitív félhullám marad meg végül az eredeti jelből. Ezt egyutas egyenirányításnak nevezik. Figyeljük meg, hogy az eredeti és az egyenirányított jel feszültség csúcsa nem esik egybe. Ez azért van, mert a valóságban nincs ideális dióda, számolnunk kell mindig valamilyen veszteséggel. Négy dióda segítségével megvalósítható a két utas egyenirányító áramkö. A színusz hullám első fél periódusában, amikor a felső vezeték pozitívabb, mint az alsó, ez a két dióda kapcsol be és engedi, hogy az áram előre felé folyjon. A másik két dióda kikapcsolva marad, megakadályozva így bármilyen ellentétes irányú áramot. A színusz hullám második félperiódusában, amikor a felső vezeték feszültsége az alsóhoz képes negatív lesz, a másik két dióda fog vezetni, az előző kettő pedig, ami korábban vezetett, lezárt. Ezért ahelyett, hogy egyszerűen csak levágnánk a negatív félhullámot, ezzel a kapcsolással a feje tetejére állítjuk és felhasználjuk azt. A kimeneten 100 Hz-es egyenfeszültségeket kapunk a bemeneti 50 Hz helyett. Természetesen itt is beépíthetünk szűrőkondenzátorokat, hogy egy lapos, sima egyenfeszültséget kapjunk, de erről majd egy másik videóban részletesebben is beszélünk. Most térjünk át a dióda karakterisztikájára. A dióda áramának ábrázolása feszültségének függvényében a dióda karakterisztika, melyben több nevezetes tartományt lehet azonosítani. Mielőtt erre rátérnénk, beszéljük meg, mit értünk nyitóirányú és záróirányú előfeszítésen. Ha a diódára olyan irányú áramot kapcsolunk, amelyet átenged, akkor nyitóirányú előfeszítésről, ha olyat, amit nem enged át, akkor pedig záró irányú előfeszítésről beszélünk. Minden diódának van egy nyitó nyitóirányú küszöfeszültsége, amit ha a külső feszültség elér, megindul a diódában az elektronok áramlása, a karakterisztikus görbe felfutó részére illesztett egyenes, és a vízszintes tengely metszéspontja meghatározza a dióda nyitó nyitóirányú küszöfeszültségét. A példa állam látható, hogy 0,7 volt esetén még nem kapcsol be a dióda, a kimeneti feszültség 0 volt. Egészen két voltra kell emelni a bemeneti feszültséget, hogy a LED fénye kigyulladjon, Ekkor a dióda éppen csak bekapcsol, 0,4 volt esik a kapcsain. 5 volt, ha növelve a távfeszültséget, a dióda teljesen kinyit, a LED felragyog. És a célállam köze 4,3 volt jut. A lényeg, hogy a szilícium dióda nem fog addig bekapcsolni, amíg nem esik rajta a 0,7 volt, és ha egyszer már bekapcsolt, nem is fog tovább nőni kapcsai között ez a feszültség. Ez azt jelenti, hogyha 3 folyik keresztül egy diódán, akkor mindig kell számítanunk feszültségesésre a kapcsai között. Ez a feszültségesés függ a hőmérséklettől, az áramtól és a dióda típusától is. A küszöbb feszültség szilícium félvezető esetén 0,6-0,7 volt, germánium félvezető esetén pedig 0,2-0,3 volt. Ha tovább növeljük a feszültséget, akkor az ábrán láthatjuk, hogy az áram növekedése kezdetben exponenciális jellegű, később pedig lineárisá válik. Ebből pedig az következik, hogy a dióda nem lineáris áramköri elem, a rajta átfolyó áram és a rajta eső feszültség nem egyenesen arányos. Mivel jelentős áram a nyitófeszültséget feszültséget átlépve jelenik meg a diódán, ezt azonosítjuk a nyitási tartomány kezdetének is. A lezárási tartományban a diódán nem folyik jelentősebb áram, jó közelítéssel ebben az állapotban legtöbbször szakadásnak tekinthető. Fordított polaritású feszültség rákapcsolásakor a letörölési tartományban a lavina effektus érvényesül, melynek hatására a görbe hirtelen nagy meredekséggel letörik. Ezt a meledek változást ismét egyenessel közelítve definiálható a letörési feszültség, vagy más néven az énel a hirtelen kialakult nagy nyitóirányú vezetőképesség nagy államot, ez pedig jelentős felmelegedést okoz. A félvezető eszköz védelme érdekében ezt a kialakult jelentős államot korlátozni kell. A félvezető diódákat általában üzemszerűen nem is működtetjük ebben a tartományban, kivéve az énel diódát. A diódák az áramkörök védelme mellett alkalmasak a feszültség csökkentésére és stabilizálására is. Az első esetben azt használjuk ki, hogy a diódák kapcsain 0,6-0,7 volt feszültség esik, és a nyitó feszültség csak kis mértékben függ a rajta folyó áramtól. Most az ábrának megfelelően kössük sorba egymással a három diódát és a terhelő áramkört. Multiméterrel pedig egyesével mérjük meg a feszültséget az államkör egyes pontjain az ábrának megfelelően. A három dióda sorba kötésével a kezdeti 5 volt bemenő feszültséget végül 3 voltra tudtuk lecsökkenteni, a ledet a soros államkorlátozó ellenállással már csak erre a feszültségértékre kell méretezni. A legegyszerűbb feszültség stabilizátor kapcsolás az úgynevezett elemi stabilizátor, amely egy előtét ellenállásból és egy diódából áll. Kis feszültségek esetén stabilizálása alkalmas a nyitóirányban előfeszített szilícium dióda vagy diódák soros kapcsolása is. A nyitóirányú jelleggörbe mutatja, hogy a diódán átfolyó áram változásától nem függ jelentősen a rajta eset feszültség, és ezt használjuk ki stabilizálásra. A feszültség stabilizáló áramkörünk nagyon hasonló az előzőhöz, csak itt párhuzamosan kötjük a terhelést a sorba kötött diódákkal és előtét ellenállással. A diódás stabilizátorok méretezése gyakorlatilag a soros erőtét ellenállás meghatározására korlátozódik. Ezt majd egy későbbi, az Énel diódával foglalkozó részben tárgyaljuk. Az áramkör azért tekinthető stabilizátornak, mert a bemeneti feszültség 4 voltos változására a kimeneti feszültség csak 0,7 volttal változik meg. Érdemes megjegyezni, hogy a szilícium diódák nem a legszerencsésebb megoldást biztosítják a feszültség stabilizálására, hiszen a hőfogváltozás hatása jelentős, elterjedtebb ezért a szélesebb feszültség tartományban használható Zener diódás enemi stabilizátor. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy dióda kibírja majd a rajta átfolyó áramot? A diódán eldisszipált hőteljesítményt, a diódán átfolyó áram és a rajta eső feszültség szorzata adja. Ha 2 amper folyik keresztül a diódánkon, aminek nyitó feszültsége 0,7 volt, akkor 1,4 watt hőteljesítménnyel számolhatunk. Ha ez nem fogadható el, akkor nagyobb vagy más típusú diódát kell választanunk. A félvezető dióda volt az első egy PN átmenetet tartalmazó félvezető eszköz. Ma is fontos szerepe van, hiszen a nagy távolságokra is eljutatható, váltakozó feszültség nem alkalmas elektronikus készülékek táplálására. A váltakozó feszültség egyenirányítását diódás segítségével végezzük. Ezen kívül alkalmasak az államkörök védelmére, impulzusformálásra, formálásra, szint eltolásra, illetve még számos egyéb speciális feladata kialakított dióda is létezik, amikkel majd később fogunk megismerkedni. Most köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és legközelebb is tartsatok velem, sziasztok! A most következő videóban a világító diódákkal fogunk megismerkedni, megnézzük, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és kitérünk a LED-ek otthoni felhasználásának alapjaira is. Kezdjünk is hozzá! A LED betűszó a Light Emitting Diode angol szavak rövidítéséből származik, ami magyarra fordítva fényt kibocsátó diódát jelent. A világító dióda egy kétlábú áramköri elem, amely elektromos áram hatására fényt bocsát ki. A LED technológia mára teljesen megváltoztatta a világunkat, gondoljunk csak a CD, DVD olvasókra, vagy az optikai szálas hálózatokra. Legjobb tudásunk szerint AJ Round brit kutató fedezte fel a jelenséget 1907-ben, amikor áramot kapcsolt tűkontaktussal egy akkor még rendkívül ritka vegyülete a szilícium karbidra. A kristály két pontja közé kapcsolt feszültség sárgás színű fénykibocsátást eredményezett. AJ Round mellett Oleg Vladimirovics Losevet tartják a LED feltalálójának. Losev Rádiótechnikai munkája közben figyelte meg, hogy áramhatására a vevőkben lévő diódák fényt bocsátanak ki. Tapasztalatait 1927-ben publikálta egy orosz újságban. Ugyanaz angol round már 20 évvel Lossef előtt publikálta írását, az orosz tudós sokkal részletesebb információkkal számolt be a fénydiódákról, német és brit tudományos folyóiratokban. Ennek ellenére a felfedezés több évtizeden keresztül nem került gyakorlati használata. Az első látható fényű, piros LED 1962-ben született meg Nick Holonyák által, akit a szakirodalom a fénykibocsátó dióda apjának tart. Az első vörös ledet a HP és a Monsanto cégek gyártották. Ezután már sorban születtek az újabb és újabb felfedezések, különböző színű és egyre fényesebb diódák. Megjelent a zöld, a narancs, majd a kék led is. Ez volt az utolsó és egyben legnehezebb fejlesztés is. A kék leddel egy újabb korszakhoz érkeztünk. A kék led megjelenése segítette hozzá a fejlesztőket a fehér színű ledek megalkotásához. A világítás technika ezt a szint tudja leghatékonyabban hasznosítani. A fénydiódák speciális felépítésű diódák, amelyek az elektromos energiát fényenergiává alakítják. Ha nyitó irányú áram folyik keresztül a PN átmeneten, az elektronok az N rétegből a P rétegbe, a lyukak a P rétegből az N rétegbe diffundálnak. Az egymás felé haladó töltéshordozók kiszámítható valószínűséggel rekombinálódnak. A rekombináció eredményeként energia szabadul fel amely az anyag szerkezetétől függően meghatározott hullámhosszúságú fényformájában sugázódik ki. A sugárzási rekombináció csak úgy jöhet létre, ha az elektronok átkerülnek a nagy energiájú vezetési sávból a kisebb energiájú vegyértésába. A kibocsátott fény színét, hullámhosszát, a félvezető anyag sávszerkezete határozza meg. Tulajdonképpen minden félvezetőben keletkeznek fotonok a rekombináció közben, de hogy ezt észtenni is tudjuk, a LED PN átmenetét kell speciálisan kialakítani, és higgyük el, ez nem is olyan könnyű feladat. A hagyományos ledek két lábbal rendelkeznek, tokozásuk rendkívül sokféle lehet, az 5 mm átmérőjű hengeres műanyag kivitel a mai napig általánosnak tekinthető. Gyakori még a 3 mm-es és a 10 mm átmérőjű kivitel is. A tokozáson a legtöbb gyártó megjelöli a katódot sík felülettel, valamint a láb rövidebbre vágásával. A hosszabbik lábazanót tehát a normál működéshez ennek kell pozitívabbnak lennie. A LED rajzjelében szereplő háromszög, mint egy nyír mutatja az áram átfolyásának helyes irányát. A LED belsejében az anód és a katód, a két elektróda két üllőhöz hasonló fém alkatrészen keresztül csatlakozik a félvezető lapkához. Ezek közül a kisebbi tartozik a hosszabbik lábhoz. A félvezető lapkát, egy tükröző kupszelet és egy megfelelően formált epoxi burkolat veszi körül. A burkolat lehet opálos és teljesen víztiszta is. A világító diódák a hagyományos félvezető réteg diódák módjára működnek. Bizonyos küszöfeszültség elérése után megindul a nyitó áram, ilyenkor a LED világít. A nyitó irányú áram elérése után a feszültség további növelésével már nem lehet számottevően növelni a LED fényét. Ha pedig a megengedetnél nagyobb feszültséget kapcsolunk a ledre, akkor azon túl sok áram folyik keresztül, és az alkatrész tönkre megy. A ledek jelleggörbéje hasonlít az általános célú diódákéra, de a nyitó feszültség jóval nagyobb a LED színétől, anyagától függően. A gyártók sokszor csak táblázatos formában adják meg a főbb paramétereket egy tipikus munkaponttal vonatkozóan. Az itt látható táblázatban például 20 mA névleges nyitóáramra vonatkozó adatok szerepelnek. Természetesen mi magunk is meghatározhatjuk, a használni kívánt LED nyitófeszültségét 20 mA nyitóáramra vonatkozóan. Nézzük meg, hogyan változik ez az érték attól függően, hogy milyen színű ledet vizsgálunk. Vörös LED esetében ez az érték 2,2 volt, a sárga és a zöld ledeknél is hasonló értéket mérhetünk. Ettől jelentősen eltér a kék és a fehér színű LED. A nyitófeszültség itt jellemzően 3,2 volt. Ha összeírjuk a kísérlet eredményeit, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az irodalmi adatoktól csak a zöld led nyitófeszültsége tér el jelentősen. Miért? A legtöbb ember a látható spektrumban a sárga színészlelet alsó határát már zöldnek látja. Ez 565-570 nm közötti érték. Ezt a szint egy francia likőrről, a sátrőzről nevezték el. A sátrőz a zöld és a sárga szín között helyezkedik el, és nincsen benne kék komponens. A kék led feltalálásáig csak a sátrőz volt az egyetlen sárga zöld led évtizedekig. Röviddel azután, hogy a kék led elérhetővé vált, a valódi zöld is megjelent. Ezek is zöld ledek, amik különböző félvezető anyagokat használnak fel. És inkább a látható spektrum zöld színészerésének kékes vége felé mutatnak. Ez jellemzően 505-520 nm között érték. Ezek a valódi zöld ledek sokkal ritkábbak és drágábbak is. Jegyezzük meg, hogy a zöld, mint homályos fogalom egy mérnöknek nem sokat mond a hullámhoz, már annál inkább. Egy LED működtetésének megtevezésekor a legfontosabb feladat a munkapont beállítása és az átfolyó áram korlátozása. A munkapont meghatározása azt jelenti, hogy eldöntjük, hogy mekkora áramban akarjuk használni a LED-et. Ez legtöbbször 10-20 mA nyitó irányú áramot jelent. Most vegyük elő a LED jelleggörbéjét, és a függőleges tengelyen húzzunk az X tengelyjel párhuzamosan egy egyenest a 20 mA-es osztás magasságában. Ez kijelöl egy pontot a jelleg görbén, amit munkapontnak nevezünk. Ha a munkapontból kiindulva merőlegest állítunk az X tengelyre, leolvashatjuk a munkaponthoz tartozó nyitófeszültséget. A munkapont kis teljesítményű ledek esetében Legegyszerűbben egy soros ellenállással állítható be. A betáplált feszültség és a LED munkaponti nyitófeszültségének különbsége a soros ellenálláson esik. A méretezést ezért egyszerűen az OM-törvény felhasználásával tudjuk elvégezni. Nézzünk egy példát arra, hogyan vezérelhetünk egy ledet et A mikrovezérelő tápfeszültsége 5 volt, így a digitális kimenetek feszültsége legfeljebb ekkora lesz. A mikrovezérlő kimeneteiről akár 20 mA áram is kivehető, így közvetlen meghajtás esetén legfeljebb a nyitó irányú áram folyhat a leden. Mekkora értékű áramkorlátozó ellenállást kell sorba kötnünk egy vörös led esetén? Az áramkorlátozó ellenállást úgy kell megválasztanunk, hogy a munkaponti áram hatására VS minusz VF feszültség essen rajta. A vörös led VF nyitófeszültsége 20 mA áramnál kb. 2 voltnak vehető. Ohm törvénye alapján a számítást el tudjuk végezni tehát vörös led esetén egy 150 ómos soros ellenállás szükséges a munkapont beállításához. A led nyitóirányú karakterisztikája a közönsége szilícium diódájéhoz hasonló. Záró irányú feszültség esetén a led is szakadásként viselkedik. De a led kristály erős szennyezése miatt viselkedése itt már eltér a közönséges szilícium diódájétól. A letörési feszültség sokszor csak 5-10 volt. Ezért ledeknél külön ügyeljünk arra, hogy ne kerüljenek záró irányú előfeszítésbe. A mai alkalommal a világító diódák legfontosabb jellemzőivel ismerkedtünk meg. Ilyen volt a polaritás, a nyitófeszültség és a megengedhető maximális áramerősség. Jegyezzük meg, hogy a led a szabályozást az áramerősség végzi, és nem a feszültség. A LED technológia működésének tökéletessége abban rejlik, hogy a kimeneti fény előállításához alacsony áramerősség és feszültség is elegendő, ami minimális hőleadással párosul, cserébe pedig hosszú élettartamot biztosít. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, ha tetszett a videó akkor bátran iratkozzatok fel a csatornára, és észrevételeiteket pedig ne tartsátok meg magatoknak. Sziasztok!